115. napja már, hogy egyre mélyebbre merítkezem az indonéz nyelv rejtelmeiben. Teszem azt annak okán, hogy balin fekvő ingatlanokat értékesítünk, és a helyiek, hát, hogy is mondjam, sokszor nem igazán beszélnek angolul. Nos, jelentem, most már versenyképes vagyok. Versenyezhetünk abban, hogy az indonézek beszélnek-e rosszabbul angolul, vagy én indonézül. Nem biztos, hogy én lennék a nyerő. Még. De haladok, és mielőtt elsajátítanám az üzleti nyelvet, meg kell tanulnom az alapokat. A legutóbbi órán például a testről volt szó. És akkor a tanárom ezt mondja nekem. Kukukaki kakakuszakit. Először körbenéztem, hát talán egy madár volt az. De nem. Később kiderült, hogy ez a mondat annyit jelent, hogy a testvérem lábkörme fáj. Bizonyára egyike lesz a nap mint nap használt mondataimnak. Egyébként a kaki indonézül lábat jelent, és megvan az előnye ennek a furcsa asszociációnak, hogy soha egy pillanatra se volt problémám ennek a szónak a megjegyzésével. De vannak más furcsaságok is. Itt van például a szó, hogy mencium, ami egyszerre jelenti azt, hogy szagolni és csókolni. What? Ezt meg hogy hozták össze? Eszembe jut az a rövid videó, amelyben a lány odaáll a párja elé, és azt mondja, csókolj meg úgy, ahogy még senki nem. A fiú néz egy darabig, majd fogja és bekapja az orrát. Hát lehet, hogy innen jött. Lehet, hogy indonéz volt a szegény pára, és egyszerűen félreértette a felhívást. Aztán jártamban, Keltemben, sokszor láttam a feliratot, hogy Dr. Gigi. Először csak azt hittem, hogy ez egy elterjedt név, de aztán kiderült, hogy a Gigi fogat jelent. És én azonnal elvesztettem a bizalmat az összes indonéz fogorvosban. Mert hogy bízhatnám rá valakire a számat, akit úgy hívnak, hogy Dr. Gigi? Gigi doktor úr beültetne egy új fogat a számba? Komolytalan. Én mondom, teljesen komolytalan. Egyszerűen meg kéne változtatniuk ezt az elnevezést. Ha nálunk egy tolvonással elintézték, hogy a megyei kormánybiztosokat innentől ispánoknak hívják, akkor az indonézeknek se lehet ez túl nagy probléma. Aztán volt egy olyan gyanúm, hogy a magyar és az indonéz nyelv valamiféle rokonságban áll egymással. Itt van például az, hogy van nekik ennyi betűjük. NY, és úgy is ejtik, mint mi, eny. Aztán szembe jött velem ez a példamondat. Nenek, men gápa telingamú beszár. Beszar? Kicsoda? De hát kiderült, hogy senki, viszont ez a mondat annyit jelent, hogy nagymama, miért olyan nagy a füled? Hallod? A mi mesénk, a piroska és a farkas, itt az indonéz nyelvtankönyvben. Kell ennél több bizonyíték, hogy nem csak a finnugor nyelvcsalád a rokonunk, de az indonéz is. Aztán kiderült, hogy a piroska és a farkas, piroska és a farka, ez egy ilyen nemzetközi mese. A Grimm fivérek hozták be a köztudatba a mesekönyvükbe, és vannak egyébként sokkal pikánsabb változatai. Az egyikben például a farkas megfőzi a nagymamát, majd feltálalja a piroskának, aki megeszi, és ezek után ágyba bújnak együtt. Hát, megnézném annak a gyereknek a fejét, akinek ezt előadják. De a lényeg az, hogy a rokonságkutatás további energiákat igényel. Azért tanultunk pár egészen használható mondatot is. Itt van például a Karen America Tidakpunya Utak, ami annyit tesz, hogy mert nekik nincsen agyuk. Bólogattam. Ez bizony remekül jöhet indoklásként bizonyos üzleti szituációkban. Aztán jött ez, hogy Darakami Biru Bukámera, ami annyit tesz, hogy a mi vérünk kék, nem piros. Mondta Illuminati sztorikon nevelkedett és összeesküvés elméleteket kutató agyam. Úgy látszik ez a mondat errefelé is fontos, ami egyébként végül is nem csoda, hiszen a kasztrendszer Indonéziában még mindig jelentősen befolyásolja a társadalom életét. Ezek után meg sem lepődtem, amikor ezt hallottam, Saya Mau Darahmu, vagyis
A véredet akarom. Hát, ha az kék, akkor ez teljességgel érthető. De ez a mondat bizony nagyon jól lőhet, például a baleseti sebészeten, hogyha az adott egészségügyi intézmény éppen vérplazma hiányban szenved. Hát ennyi volt mára, lájkoljatok, iratkozzatok föl Balival kapcsolatos tartalmakért, és hogyha ingatlan befektetésben gondolkoztok, és nagyon jól szeretnétek keresni, akkor látogassatok el a weboldalunkra, az exoticestate.com-ra, és nézzétek meg az ajánlatainkat. Sziasztok!